Jó. Folyamatos vizsgálatok előzték meg a szúnyogírtás elrendelését. Eredetileg hétfőn került volna rá sor. Az időjárási viszonyok miatt azonban a keddi nap alkalmasabb volt a légi szúnyogírtásra. A széllökés 4-5 km per órás, a hőmérséklet 27-28 Celsius fok, ez is kedvező, illetve a csapadék sem esik. Úgyhogy semmi akadálya a mai nap elvégezni Székesfehérvár közterületén a légikémiai imágóírtást. A szúnyogírtás elrendelésének meghatározásához 200 hektáros területekre osztják a várost. Mindegyik területen egy-egy mérési pontot jelölnek ki a szakemberek, és tavasztól kezdve folyamatosan hetente vizsgálják a csípés számokat. Amikor ezek az adatok elérik a kritikus szintet, akkor meghatározzák az írtás időpontját. Most 2-3 hete fokozatosan emelkedő tendencia van, egy közepes szintet ért el, tehát még nem az a nagyon fertőzött, közepes szintű csípés van. Két repülőgéppel végezték a szúnyogírtást Székesfehérvár felett. Mint azt az írtást végző cég vezetője mondja, repülés szempontjából különösen veszélyes feladat, hiszen alacsony 50-70 méteres magasságban lakott terület felett kell dolgozniuk. A repülőből kiszórt vegyszer füstként lebeg kiszórása után. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az írtást követő 20-30 percben különösen agresszívvá válnak a szúnyogok. Természetes következménye, hogy amint kiszórtuk, utána körülbelül egy olyan 20-30 percig próbálnak agresszívak lenni, hiszen hígítani kell a vérüket a vegyszer ellen, és utána pusztulnak el. A Városgondnokság köztisztasági és hulladékgazdálkodási vezetője elmondta, amennyiben szükség lesz rá, lesz még az idén szúnyogírtás Fehérváron.